Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket az Európa Könyvkiadó nevében. Mindig jó érzés találkozni könyveink olvasóival, és különösen akkor, hogyha ilyen sokan vannak, mint most. És rögtön hadd köszöntsem a szerzőnket is, Szinetár Miklóst, akinek már második könyve jelent meg az Európa Könyvkiadónál, a pályázat után a második pályázat, ami ugye a címéből is következik, hogy az elsőnek a folytatása, aminek én nagyon örültem, mert amikor az első könyvet, a pályázatot elolvastam, akkor az volt az érzésem, hogy de szeretném még olvasni. Nagyon jó volt, csak rövid. Még annyira élvezetes volt, annyira sokat tanultam belőle, hogy ezt még olvasnám. Hát hála Istennek itt van most a folytatás, úgyhogy olvashatom. Aki az elmúlt néhány évtizedet Magyarországon töltette, annak azt hiszem kivétel nélkül mindenkinek vannak hát színházi, filmes, operaházi, meg egyéb élményei Szinetár Miklóssal kapcsolatban, ugye ezt hosszasan sorolhatnám, nekem kapásból ugye eszembe jut az Ember tragédiája, a Rózsa Sándor, az Erőd, a Vígözvegy, meg az nem annyira fontos talán, hogy ki tudja, a Tázdal Fesztivál is például. De most már Szinetár Miklós nem csak ugye nagy rendező számunkra, hanem egy kiváló író is, és hát én egyszerűen nagyon örülök neki, büszke vagyok rá, hogy Szinetár Miklós könyveit az Európa Könyvkiadó adhatja ki. És hát most végül hadd köszöntsem Weisser Olindát is, aki beszélgetni fog Szinetár Miklóssal. És akkor át is adom a szót. És a mikrofont, köszönjük szépen. Mielőtt elkezdjük, én arra gondoltam, a mai beszélgetés úgy épüljön föl, hogy vannak bizonyos részek ebben a könyvben, amelyek engem elgondolkodtattak. Sok ilyen rész van, de csak néhányat fogunk ma szóba hozni. De először megosztom Önökkel, hogy ne egy ilyen azonnal egy súlyos felütés legyen, hogy mi zajlott itt, mielőtt bejöttünk. Bejött valaki, és azt mondta, hogy lemondtam az opera jegyemet, hogy itt lehessek. Aztán bejött valaki, aki azt mondta, hogy ne haragudj, rohanok az operába, de dedikálnád nekem ezt a kötetet? És nekem ez annyira tetszett, hogy azon gondolkodtam, hogy milyen kifogást fogad el Szinetár Miklós. Nem tudtam megírni a házimat, mert az operában voltam. Ez így működik magán? Vagy mindig működött? Hát igen, hát az ember mindig keresi. Hallják őt? Bocsánat, mert szóval én nem hallom, hogy... Egy, kettő, most már talán szól. Persze, hát az életünk ugye arról szól, hogy mindig keresünk kifogásokat, és ha nem találunk, akkor kénytelenek vagyunk megoldani a helyzetet. Szóval jelen esetben vagy úgy, hogy elmegyünk az operába, vagy úgy, hogy nem. De most pillanatnyilag itt vagyunk. Jó, de ezt elfogadja. Minden esetre azért is gondoltam, mert a könyv az nem vicces, meg nem a szórakoztatásról szól. És ha megengedi, felolvasnék a végéből egy részt. Néha felolvasok belőle egy-egy részletet, hogy aki még nem olvasta, az is tudja, hogy miről beszélgetünk. Szóval a vége felé azt írja, egy tájképet ír le, egy nagyon súlyos tájképet, ami így hangzik. Az egyik oldalon ott vannak a Horthy rendszerből itt maradt múmiák és utódaik, na meg azok a derék öreg sztálinisták, akiknek a rendszerváltáskor szökkent szárba a hazafisága. Továbbá azok a lelkes fiatal szolgák, akik ha 20 vagy 30 évvel korábban születnek, KISZ funkcionáriusok, és ma is mint ifi funkcik kezdik, és szorgalmas kormányhivatalnokként folytatják. És ott vannak az örök tényezők, akik rendszerváltás ide, rendszerváltás oda, mit se változtak az elmúlt 60 évben. A megyei urak, akiket régen elvtársaknak hívtak, de ugyanazok a bunkók, ugyanattól izzad a tenyerük, és ugyanúgy arra vágynak, hogy szolgálhassanak, és hogy legyenek szép számmal, akik őket szolgálják. A másik oldalon meg ott van a mindenkori izgága értelmiség, amelyik tulajdonképpen csak ellenzékben érzi jól magát, mert amikor rövid idő lenne, adj Isten, hatalomba kerül, akkor a teljes alkalmatlanság rövid bizonyítása után sértődötten, vagy talán boldogan menekül a sivatagból átkozódó proféta pozíciójába.
És hát ez bizony a szolgák országa. Itt egy-egy újságírót vagy tévériportert nemzetközi sebész teamnek kell kioperálnia a riportalany államférfi seggéből. No és hát a közönség, akik ha színházba járnak, akkor kedves, értelmes emberek, és szeretjük őket, de gondolj arra a rengeteg szörnyű, bunkó tahóra, akik a sokmilliós Mercedesből üvöltözik kifelé, vagy a futballpályák előtt randalíroznak, és akikről azt szoktad te is kérdezni, és ez fog szavazni. Meg a társulat is. Nagyszerűek, tehetségesek, de kiszolgáltatottak, és bizony elárulják egymást. Na meg téged is. Ilyen a színház, pláne nálunk, ahol még csak az sincs, amit egy-egy nyugati operaénekesre mondanak, hogy a hangja már a bankban van. A mieinknek jóformán semmi sincs a bankban, de van sok-sok kifizetetlen sárga csekkjük, vannak gyerekeik és devizatartozásuk. Hát persze, hogy nem mindegyik egy grál lovag. És most még folytathatnám a felolvasást, de hát ez iszonyatosan pessimista meg rossz kedvű, és ez a könyv végén van, maga pessimista és rossz kedvű. Hát sajnálom, hogy nem olvasta tovább. Olvassam, olvassatom. Hát abszolút, mert így teljes az jó. Egész. Mehet? Önök? Jó. Csak nem akartam túl sok. De nagyon fontos. De rendezzen. És az se közömbös, hogy mennyi fiatal jut el napjainkban a szélső jobboldali szemétséghez. Ők persze nem élték át 1945-ben az összes híd felrobbantását, Budapest lerombolását, és mindazt, amit egyszer már a szélső jobboldal Magyarországon véghez vitt. De hát, mint tudjuk, a fiatal értelmiségiek egy része mindig vonzódik a forradalmi vagy annak látszó mozgalmakhoz, és aki nem akar establishment karriert építeni, mert olyan is sok van, az mit kezdjen azokkal a forradalmárokkal, akik 1968-ból múmiaként itt maradtak. A mai izgatott egyetemisták is kalandot szeretnének, mint ahogy kalandot akartak vagy 40 éve, amikor maoisták, meg... Gevaristák, és már régebben, amikor ébredő magyarok vagy éppen kommunisták voltak. És azok a kalandok is gyönyörűen romantikusan kezdődtek, csak sajnos nagyon pocsékul végződtek. Ez hát a tájkép, amiben a te színházad működne. Na, de most jön a fontos rész. Igen. Megtoldozva a művészeti irányzatok harcával, ahol az egyik oldalon a templomi áhítatot, az árvalányhajas, az árvalányhajas halinat, ne beszéljen bele a saját szövegébe, de tényleg. Tehát, ahol az egyik oldalon a templomi áhítatot, az árvalányhajas halinacsizmát és a nemesveretű arhaizálást támogatják, a másik oldalon alig harugsz labdába mesztelen lógó pöcsök, színpadi megerőszakolás és más ilyen nyalánkságok nélkül. És akkor itt a vége, és mindez egy vidéki városban, ahol alapkérdés, hogy kivel van jobban a polgármester felesége, és ahol rátukmálnak színészt, énekes karmestert, ha együtt vadászott valamelyik pillanatnyi elvtárssal, vagy ha vendégül látta külföldön az arra boklászó hazafit. Na de most jön az Eurin. Nincs olyan bekezdés, mely ne lenne fontos. Persze az, hogy vidéki színház tulajdonképpen nagyon pontatlan meghatározás. Azt is mondhatnánk, hogy hülyeség. Hiszen hiketnunk mindig azoknak játszunk, akik között élünk. Tudod, régen a növendékeimnek azt mondtam, amikor vidékre szerződtek és emiatt panaszkodtak, mit akartok? Nem mindegy, hogy melyik vidéki városba szerződtök? Hiszen Párizsból, Londonból nézve Budapest ugyanúgy egy pici vidéki város. Semmiben sem különbözik a többitől. Most jön a fontos? Most. Azért öntöttem rád ezt a sok keserűséget, mert féltelek. De hát, hogy jót is mondjak, azért arról is szól ez a világ, hogy van itt egy felnövekvő értelmiség, amelyik valóban az, és amelyet nem lehet életkori sajátosságukra összeállított ideológiákkal megetetni. Van egy színházra éhes közönség, amelyre lehet számítani, akik sírásra, nevetésre, katarzisra vágynak, és nem trendi irányzatokra. És a művészek többsége is értékes, tehetséges, jobb sorsra érdemes. Attól függ, hogy honnan nézzük. Azt ajánlom, hogy nézd innen. Ez a lényege a dolognak. Én az egész könyv arról szól, hogy hát ez az én nézetem, hogy mindennek két oldala van, mindennek két nézete van, és erre a kérdés, hogy pessimista vagyok-e, nem, hogy nem vagyok pessimista, optimista vagyok, mert azt tanácsolom, hogy innen nézze. Igen, csak előtte olyan hosszan ír arról, hogy mennyi minden rosszat lát, vagy mennyi minden rosszat tapasztal, és ahhoz képest elenyész, hogy jó, ám van másmilyen is. Na nem, akkor lehet az embernek igazán optimistának lenni, hogyha a rossz dolgokkal is tisztában van. Aki a rossz dolgokat elfedi, az nem valóban optimista. Hát ez arról szól, ugye, hogy a könyvben arra igyekszem jó-rosszul megvalósítani, hogy hát van egy tanítványom,
aki 40 éves, és aki naponta találkozik az élet rengeteg ellentmondásával, mert még benne van a sűrűjében, ebből kifolyólag pessimista. És vagyok én, aki abban az előnyös helyzetben vagyok, hogy életkoromnál fogva már hát tulajdonképpen kívül vagyok a dolgon, ezért én optimista vagyok. Mert azért azt is beírtam ebbe a könyvbe, hogy az egy nagyon fontos számomra, amit a Shelley mond, hogy nem késhet a tavasz, ha már itt a tél. De ahhoz, hogy tudjuk a tavaszt igazán várni, az a telet látni kell. Jó, de magában mindig benne van ez az irónia, és mindig benne volt. Amit most leír, az azon gondolkodtam, hogy azt mondja, hogy kívülről nézem, és így tudok optimista lenni, hogy ameddig belülről nézte, addig is tudott optimista lenni? Igen, úgy alakult, hogy mindig optimista voltam, de hát meg is tehettem, mert szerencsés pályám volt, szerencsés ember voltam, nem panaszkodhatom a sorsomra, szóval én nekem úgy jött ki a lépés, hogy tulajdonképpen végül is mindegy. Úgy érzem, hogy a leltáram az jó, és ezért én mindig optimista voltam. Uh-huh. De az sokat segített nekem, mert hát hogy mondjam, mindig nagyon hittem, a Molnár Ferencnek van az a remek novellája, az Aruvimi erdőtitka. Ami ugye arról szól, hogyha ki kell vágni egy erdőt, ami reménytelen, mert akkora. Hát az egyetlen járható út az, ha az ember mindig csak a következő fára koncentrál, és azt akarja kivágni. Na most hát én így gondolkodtam, meg hát talán ez a könyv is ezt tükrözi a maga módján. Ez a könyv még azt is tükrözi, hogy ugye van a másik szereplő, János, akivel ön levelezik, és bizonyos időközönként vitatkoznak. Ami nekem nagyon tetszik, tehát hogy ült otthon, és leírt valamit, és aztán úgy döntött, hogy jó, akkor ezt megvizsgáljuk a másik oldalról is, szóval hogy miért érzi szükséget az ember, hogy egy ilyen átélt pálya után ne kinyilatkoztasson, hanem vitatkozzon. Nem, hát egész életemben mindig, én azt nagyon elítéltem, akik úgy érzik, hogy a zsebükben van a bölcsek köve. Szóval én tényleg abban hiszek, hogy sokféle megoldás van a dolgokra. Hát itt van ez a sok Isten hit, amiről mindig beszélek. Amit egész életemben elkerültem, sőt, utáltam, az volt, amikor valaki bármibe, kultúrában, művészetben, politikában, vagy egyedül üdvözítő utat mondott. Én mindig úgy tekintettem az életet, hogy mindenre van 5, 6, 8, 10 lehetséges megoldás. És hát az emberek az a dolga, hogy ezek között válasszon, az már egy másik dolog, hogy ebben ne vesszen el. De annak a lehetőségét kizárni, hogy többfajta megoldás, többfajta gondolat, többfajta életszemlélet van, a számomra rémes. Mint ahogy rémes az is, hát ezt megírtam a könyvbe, amikor valaki borzasztóan szélsőséges. Szóval itt is vitatkozok aztán saját magammal, mert hát ugye abból indulok ki, hogy az ember arra van teremtve, hogy 36-6 legyen a hőmérséklete. 39 akkor lázas. A 34 akkor is nagyon beteg. Az ember egy valamilyen fajta egyensúlyi helyzet. Erre mondják azt, hogy a langyosakat kiköpi az Úr. Lehet erre mondani. Mindenre lehet rögtön mondani a másikat. De hát én abba hiszek, hogy végül is az élet arról szól, hogy ezek az egyensúlyok, ezek működnek. Én nagyon, azt is megértem, nagyon szeretek itt élni azért, mert itt van tavasz is, nyár is, ősz is, tél is. Szerencsétlenek tartom azokat az országokat, ahol csak tél van, vagy csak nyár van. Na most igen, de ez a nyáron a meleg az 36 fölé megy, az rossz. Ha télen a hideg 40 alá megy, az is rossz. Nekem teszem mindig hozzá. Úgyhogy persze minden alól, amit az ember így ilyen művészetbe, politika, mindig vannak a kivételek. Nincs bent a könyvben, nem írtam, és sajnálom, pedig be kellett volna ezt is írni. Van ez a gyönyörű anekdóta, hogy a Puccinihoz elment egy tanítványa,
és azt kérdezte tőle, hogy mester, hát lehet-e ezután a zárlat után egy ilyen föloldást csinálni? Azt mondja, nem, hát az egy hülyeség, az szigorúan tilos. Azt mondja, a mester ezt csinálta a Turandotból. Azt mondja, igen, de hát én nem kérdeztem senkitől, hogy szabad. Persze, hát ezek azok a kivételek, amik... De én kíváncsi voltam, hogy meddig megy el az önmagával vitatkozásban, és találtam kifejezetten nagyon érzékeny pontot is. És az egyik ilyen nagyon érzékeny pont, amikor János, a fiatal, 40 körüli rendező azt írja önnek, hogy... Most azon gondolkozom, honnan idézem, mert azt fogja mondani, hogy de hát csak most jön a lényeg. Szóval, hogy mondjuk leírja azt, hogy milyen sokat küzdöttek egy mogyorószín autóért, és akkor mégse lett mogyorószín, és ez mindenkinek nagyon fájt, rendszerváltás előtt nyilván. Meg a telefon. Emlékszem, hogy egy nagynéném beajánlott valami ismerősének, akivel még együtt voltak ifjúsági táborban. Nagy kegyesen fogadott minket, mert apám magával vitt, hát ha a gyerek jelenléte használ. Hosszas könyörgés után fennkölt mosolyan megígérte, hogy másfél év múlva bevezetik hozzánk a telefont. Persze tudom, hogy neked, tanár úr, meg más neves művészeknek ez nem volt probléma, de hát a lakosság jó része nem így élt. És ez szerintem az egyik ilyen legizgalmasabb kérdés, mármint sok más kérdés, mert amit egyébként önmagával szemben feszeget, hogy kivételezett volt a helyzetem. Tehát amikor azt mondja, optimista voltam, mert jó életem volt, és minden részével rendben vagyok és vállalom, hogy akkor ez engem nagyon érdekel, hogy amikor elkezdi feszegetni önmagában, hogy de kiváltságos voltam, akkor mire jut, hogy a kiváltságok igazságosak voltak? Vagy ez egy rossz kérdés? Ez egy rossz kérdés, mert nincs igazságosság. Kiváltságosok mindig vannak, hogy én akkor ebbe bekerültem különböző teljesítményeim folytán. Én egyet tudok mondani, amiért ezt nagyon szívesen vállalom, és soha nem éltem vissza vele. Mert azért nagyon fontos, hogyha az ember valamilyen helyzetben van, hatalmi helyzetben, kiváltságos helyzetben, akkor abban mit kezd? Akkor abban mit kezd? Hogy mondjam, nagyon nagy a csábítás mindenkinek, aki valami hatalmi helyzetbe kerül, már pedig egy rendező, pláne a televízió, vagy elnök helyettes, vagy főiskolai tanár, hát az abszolút hatalmi helyzetben van. Az a kérdés, hogy ebből mit kezd? Nem, sosem félt ezektől a hatalmi helyzetektől? Nem félt ezektől a kísértésektől? Mindig tudta, mit akar kezdeni a hatalmával? Engem az segített át mindig, hogy sose ragaszkodtam hozzá. Szóval nekem hatalomban mindig az volt a helyzet, ha nem, hát nem. Hát ahogy az operát is 5 perc alatt hagytam ott abban a pillanatban, amikor olyanok lettek a körülmények, hogy vállalhatatlan volt. Hát a televíziós vezetésem során, hát azért engem 3-szor váltottak le, hogy ilyen durva stílusra 3-szor rúgtak seggbe elég határozottan, de mindig azért, és azért tudtam, mert ez számomra nem volt ügy. Miért rúgták seggbe? Hát először, ugye engem úgy hoztak a televízióba, és meg is írtam, hogy volt egy Szirmai nevű titkár a központi bizottságban, ezt mondják, hogy engem azért tettek oda, akit a 50-es években a rákosiék lecsuktak. És hát szörnyen bántak vele az ávóba meg, és rettentően gyűlölte az ávósokat. Hát önök közönség tudja, kik voltak azok az ávósok, nem kell különösebben ragadni. Na most a Magyar Televízió a 1956 után az a kirúgott ávósok menhelye volt. Tele volt, kirúgott volt ávós. És állítólag azt mondták, hogy a Szirmai engem azért tudott, hogy bosszantsa ezeket, meg hogy ezeknek a bor, hát tényleg, aki helyett én jöttem, hát az olyanok az ávó régi pártitkárat, azt ezek lassan kikoptak, de hát azok ott nagyon ott voltak. Na most hát természetesen hát engem erről teljesen utáltak, és megragadták az első alkalmat, amikor hát talán még az idősebbek emlékeznek rá, hogy volt egy egyszerű botlás, a következő televíziós szilveszteri műsor volt. És akkor az egész ország a televíziót nézte szilveszterkor. És a televízió közvetítő kocsijába ültem, és az asszisztensem meg volt bízva, hogy amikor éjfél van, akkor adja a jelet, és elindul a himnusz.
és ment a műsor, és a televízió abban a közvetítő kocsiban volt valóan egy óra. És az óra 2 percet sietett. És 2 perccel évfél előtt beadták a himnuszt, és hát országos botrány lett. Mert hogy ilyen 2 perccel korábban volt új év a televízióban, mint amit tényleg volt. Na ez volt az első, akkor engem azonnal leváltottak, visszaminősítettek. Ez volt az első. A második az volt, hogy volt egy derék külügyi osztályvezető, az egyik nagyon magasrangú pártfunkcionálisnak a felesége, akit én egyszerűen csak ilyen feljelentő gépnek hívtam, mint mondtam, hogy biztos van a zsebében egy ilyen perforált feljelentő blokk, és azon írja a feljelentéseit. És írta is, hát ez a rendszerváltás után kiderült, mert itt a barátaim, akik itt kutattak ezekbe, az ügynök, meg egyéb aktákban azt mondták, hogy te jó Isten, rólad mennyi feljelentés van, hát se szeri, se számolt, hogy nyugati filmeket hozok be a helyet, hogy a derék szovjet, meg hogy a kelet-német filmeket elhanyagolom, stb. Stb. Hát akkor másodszor is, hát ezért, mert hogy elhanyagolom a derék szovjet kultúrát, ezért másodszor is leváltottak. De aztán valahogy akkor már nagyon népszerű voltam, meg bent a Kimitut, stb. Stb. Akkor mégis vissza akartak hozni, visszahoztak. És hát harmadszor az volt aztán a végső, amikor bemutattam azt a Don Kanyar filmet, a Sára Sándor Csóri filmét, ahol hát kirajzolódtak a bécsi döntéssel visszaadott határok. Hát ugye, hogy én revizionista, propaganda, micsoda disznóság ez így, meg úgy. Szerintem az egy kitűnő film volt, máig vállalom, sőt, hát lehet, hogy borzasztó szentségtel, és amit mondok, ezek, még azokat a rajzokat is nyugodtan vállaltam, mert nekem az volt a személyes véleményem, hogy az, hogy ezt Magyarországnak a Horthy a Hitlertől fogadta el, ez egy jóvá tehetetlen dolog, és ez kijavíthatatlan. De tényszerűen teljesen rendben van. Tényszerűen, abszolút azok magyarnak tűz, szóval tényszerűen, ha teszem azt, azt nem a Hitler adja, hanem a Roosevelt, akkor az egy, bocsánat, a kifejező, abszolút kóser dolog, akkor van a világban semmi nincs. Na most, hát ezt azért nem illet, meg én meg ezt el is mondtam, hogy ez a véleményem. Hát aztán volt még egy rettentő bűnöm, hát ezek aztán felsorakoztak, mint hogy... Én kaptam annak idején egy meghívást Amerikába, volt egy ilyen úgynevezett visitors program, és ezt az amerikai elnök személyesen hívott meg, akkor fel akar, az a bizonyos arról, hogy föllazítani a szocialista tábort, és akit lehetett lazítani, az kivinni Amerikába, kivittek engem is egy hónapra, körbe magam választottam, hogy hova mehetek, és többek között kiválasztottam, mert gyerekkoromban a Cooper regényekből, az Old Shatterhandból, meg az Old Ship, emlékeztem a Nagy Sóstóra, és Nagy Sóstó, mondom, a Salt Lake City. Hát mondom, én oda el akarok menni. Természetesen tévedtem, mert a Coopernál a Nagy Sóstó az a tenger volt. Ez viszont Salt Lake Cityben tényleg frankon egy tova Salt Lake City, de ez a mormonok fővárosa. Na most ott összebarátkoztam a Mormon Televízió egyik vezetőjével, aminek a következtében meghívtak engem, hogy csinálják egy filmet a mormonokról az ő költségükön. El is mentem Salt Lake Citybe, csináltam egy filmet, a Rádai Misi volt az operatőr, a Benda Bubu volt a narrátor, két remek pasas, nagyon jó filmet csináltunk, hát és utána az előbb említett hölgynek a férje kivonult a televízióban, akkori központi bizottsági titkár, és elénekelte, hogy hát most, amikor a katolikus egyházzal ennyire kezdünk jóba lenni, akkor a Szinetár ilyen mormon csürhének csinál reklámfilmet a Magyar Televízió. De hát a dolognak aztán folytatását, de azt a mormonok természetesen megtudták, és onnantól kezdve meghívtak, és 5 éven át tanítottam kint minden nyáron egy ilyen nyári szabad egyetemen. De a dolog egy olyan igazi magyar történetbe végződött, nincs benne, a következő volt, hogy van Salt Lake Citybe, a mormon fővárosban egy csodálatos kórus. Ez a bizonyos Mormon Tabernacle Choir, ez a Mormon Tabernákulum kórus, ami csupa önkéntesből áll, 440-en vannak,
és egymás mellett énekel a kukás és a Nobel-díjra jelölt szívsebész. Szóval ilyen teljes, de most ott áll, és minden vasárnap énekel ez a kórus, és ezt közvetíti a televízió, és egész Amerikában, ez nézzük, ez egy alapműsor. Na most ez a Mormon Tabernacle Choir, ez időnként járja a világot, elindul a 400 ember, kibérelnek egy hajót, minden, Norvégen, és hát őrületes hangzás és őrületes sikerük volt. És nekem sikerült elintézni azt, hogy eljöjjenek Budapestre. És el is jöttek Budapestre, a következő körülmények között, ez már a rendszerváltás után volt. Ám kaptak egy levelet a Mormon egyház, akiről tudjuk, hogy a legjobb oldali valami Amerikában, a republikánusoknak az alaptámogatói, és minden egyes republikánus, ott a Mormon Tabernacle Choir. Kaptak egy levelet, hogy hát nagyon örülnek, már magyar televízió közvetíti, de hát nem kéne, hogy a szinetáról közvetítse, mert ő a régi rendszernek az exponált ember. Nem tudom, ismerik ezt az országot. Úgyhogy a történet ismerős. Mire a Mormon, a szélső jobboldali Mormon egyház visszaírt, hogyha nem szinetár úr közvetíti, akkor nem jön a Tabernacle. Úgyhogy eljött a Tabernacle, leközvetítették, a Vitrai volt a műsor közlő, mert más Mormont nem találtak, és őrületes volt, ma is megvan a magyar televízió archívumában, valamikor megismétel. Ilyen kórus a világon nincs, teljesen egyedülálló. Na de visszatér, hogyha az embert ilyen egészen érdekes dolgok érte váltják, meg egy kicsit bántják, hogy két perccel előbb volt új év, akkor azért úgy nem tudom, miért van kedve még egyszer belevágni, hogy még egyszer elfogadni vezető tisztséget. Akkor miért nem mondja azt, hogy na jó van? Már egy nagyon büszkék, én sose jelentkeztem semmilyen vezető. Soha nem jelentkeztem. Viszont azt leírja a könyvben, hogy egyet se utasított vissza. Nem utasítottam, bár voltam, hogy visszautasítottam. Az opera igazgatását visszautasítottam. 34 éves koromban a Nádasdy Kálmán lemondott az igazgatásra, azt mondta neki, elég, ennyi. És akkor az a központi bizottsági titkár, aki engem a tévébe vitt annak idején, nem az acél, szóval azért mondom, az kim volt a televízióban valami szilveszteri műsor, és akkor félrehívott engem, és azt mondta, ide figyeljen. Szóval az operában egy fiatal igazgató kéne, akkor voltam 34 éves, nem akar igazgató lenni az operában, mondom, hogy És akkor másnap a Nádasdy, aki a tanárom volt, és példaképem, és minden, behívott, és azt mondta, hát döntsd el, ez nagyon nagy dolog. Én a Lukácsot gondoltam, de a Lukács Miklós, de hát talán te mégis, hát gondold meg. Na, akkor aztán csengett a telefonom, és az acél elvtárs keresett, és a következőt mondta, azt a kérem azt, hogy úgy dönt, ahogy akar. A vezető elvtársak magát akarják az opera igazgatójának. Én nem értek vele egyet. Én a Lukács Miklós szeretném, most azt csinál, amit akar. És akkor maga úgy döntött, hogy nem? De hát mondta neki, jó, szóval magyarul én beszéljem le őket arról, hogy én legyek az igazgató. Azt csinál, amit akar. Másnap találkoztam ezzel a másik, és mondta meg, hogy hát én nagyon sokat gondolkoztam. És tényleg gondolkoztam, és tényleg ezt mondom, itt volt előttem az igazgató a Nádasdy Kálmán. Európai szintű zseni. Minden tud a műfajról, és amellett egy rettenetesen szórakoztató ember, és önök kijöttek ide a színházba, megnéztek egy előadás szünetben találkoztak a Nádasdyval, és akkor Nádasdy mesélt anekdotákat Pucciniról. Mesélte azt, hogy ő először egy Verdi operát hogyan zongorázott fordítva. Akkor elmeséli azt, hogy melyik karmester az, és önök élvezik az előadáson kívül még a szünetet is. Na most eljönnének és oda jönnék én, aki nem vagyok a Nádos, és elkezdeném, hogy szétrohad a színpad, nem működik a függöny, kicsik a fizetés, boldogok lennének, nem lennének boldogok. Úgyhogy én gondolom, hogy ezt most felejtsük el. És ez volt az egyetlen, amikor nemet mondott valamire, nem teljesen önszántából, de... Tulajdonképpen ez volt az, amikor azt mondtam, hogy nem, aztán
aztán az a szép a dolog, hogy amikor 64 éves voltam, és egy delegáció keresett meg az operában, hogy ugyan már vállaljam el, akkor ugyanezt elvállaltam. De... Mert egyébként erről nyilván sokat értekeznek János és ön ebben a könyvben, hogy elvállalni, nem elvállalni. És van egy rész, ahol nagyon jól összefoglalja. Ez ugyan a színház igazgatásról szól, és az ön esetében nem feltétlenül mindig ilyen pozícióról beszélünk, de a vezetésre érvényes. Ezt írja, tehát, hogy egy icipici ország még kisebb városában egy légypiszoknyi szemétdombon te legyél az úr, hát az igazán nem éri meg azt a sok pocsékórát, amivel az igazgatósdi jár. De lehet egy másik ösztönző is. Mégpedig valami hivatástudat, vagy egyszerűen adottság a vezetésre, vagyis készség arra, hogy sok ember életéért vállalj felelősséget, és mindezt egy művészeti intézményben, ahol áttételesen bár, de még a világ dolgairól alkotott véleményed is nyilvánosságra hozhatod. Na ebben az esetben az, hogy milyenek a viszonyok, a körülmények, mekkora a város, a színház, már nem sokat számít. Igen. Ez válasz erre a kérdésre, hogy miért vállalta mindig? Ezért. Azért, mert adottsága van a vezetésre, sok emberért felelősséget venni, vagy azért, mert bár áttételesen, de nyilvánosságra hozhatja a véleményét. Így van. Mind a kettő? Hát mind a kettő, az egyik az, hogy hát hogy mondjam, én olyan pályára mentem, idézőjelben mondom, úgynevezett művész pályára, mindig hasonló rendezés, másodosztályú művészet, elsőosztályú művészet, író, festő, zeneszerző, színész, a saját testével szerepel, a rendező másokon keresztül, de művész pálya. Na most számomra akárki művész lesz, annak egy alapkritériuma van, hogy van-e mondandója a világ számára, vagy nincs mondandója. Ha nincs mondandója, akkor egy becsületes iparos lehet, de akkor nekem időnként, sőt mondhatnám, mindig voltak különböző mondandóim, és ezt igyekeztem az általam vezetett intézmény munkájának egy részében, nagyon hangsúlyozom, egy részében megvalósítani. Mert nagyon kártékonynak tartom azt a vezetőt, aki egy intézményt, ha vezet, akkor mindenbe azt akarja megvalósítani, amit ő képvisel. Szóval én az operában számos olyan rendezőt hívtam meg, akit én tehetségesnek tartottam, de én nem értettem egyet azzal, amit ő csinál. Mert én nem engedhetem meg magamnak azt, hát ugyanez volt a televízió, hát én azt nem engedhetem meg, mert mindig ez volt az alapkiindulási pontom. Hogy saját magamat meg kell próbálni érvényesíteni, de nem kizárólagosan. Hát a másik, amit a vezetésben nagyon fontosnak tartok, még van ironikusan, ezt se írtam meg, kár, most jut eszembe, beírtam volna. Hát, mert alakul a harmadik kötet, csak mondom. Hogy hát kell erre az egész világunkra, én attól tudtam, gondolom, túlélni valamilyen fajta rálátás. Szóval ugyancsak a Rádai Misivel, az is nagy frontáltörés volt, csináltunk egy filmet Kínába. Kínai tájak és emberek, az volt a címe, és hát a Yangtze folyón forgattunk. És akkor mentünk egyszer a Yangtze folyón, mi kis hajónkkal, és ott láttam a part mentén olyan, hát teljesen kőkorszaki kunyhókat, és ott éltek az ember, és az asszony, hogy kint most, lassan mentünk, láttuk, kint mostak a parton, és az asszonyként most, hogy a férfiak azok ott láthatóan nem csináltak semmit, vakaróztak, gyerekek szaladgáltak föl és alá, és az egészben volt valami ilyen furcsa, elvonatkoztatott idill, idézőjelben mondom, olyan volt, mint amilyen lehet a pápuák között. És akkor hirtelen valami villanástól odafordultam a Rádai Misihez, és azt mondtam neki, te, nagyon nagy vita van most a Nemzeti Színház kapcsán arról, hogy jó-e a harsány játék stílus. Ne kérdezzük meg tőlük, hogy mi a vélemény. Most körülbelül, hogy mondjam, ez amit itt, mi itt élünk ezekben a saját kis időben. Közben hát a világ az olyan messze van és olyan nagy. Még ezt elmondom, nem írtam be a kötet, azt talán valahol megírtam. Jó könyvben mutatom, hogy csak olyanokat mondom, hogy nincs benne a könyvben. Azokat vagy a... Mindegy, a többit majd elolvassák úgyis. Hát de ne, figyelj! Ezt a történetet még elmondom, utána Alindája a szó. Jaj, dehogy is. Következő volt, hogy igen, fiatalon
meghívtak és beneveztek, meghívtak, meg egy filmem is volt a Cannes-i televíziós fesztiválban, az az utolsó Cannes, utána mindig Monte Carlo-ban volt, Cannes-ban volt egy televíziós fesztivál. A zsűri elnöke az a René Clair volt, aki hát egy nagyon nagy film, és én voltam az alelnök. Megválasztottam az alelnöknek. Ráadásul volt egy filmem, aminek az volt a cím, hogy Éjszakai repülés, az volt az első magyar opera film, az a Luigi Dalla Piccola című olasz szerzőnek csinálta a Szent Exupérynek a és nagy énekesek, Ázi Erzsi, Simándi, Radnai nagy énekes. És azt ott kint kivittem, megmutattam a René Clairnek, tehát nem nevezhettem be a fesztiválra, mert én voltam a zsűri elnök. És a René Clair úgy döntött, hogy a fesztivál utolsó napján ezzel a szöveggel, hogy Encouronnement le Festival, a fesztivál megkoronázásaként versenyen kívül bemutatják ezt az én filmemet. Óriási kóved volt, és mindenhez laktam a Hotel Majesticbe, ilyen baldahínos ágyba, őrületes luxusba és minden időben. És hát véget ért a fesztivál, Encouronnement levetítették, és akkor lementem a portára, hogy fizede, hogy megyek el, és akkor aztán durva, mit a számlája? Mondom, milyen számlája, hogy a fesztivál vendége vagyok. Azt mondja, mindenre a fesztivál vendége, de az italra nem. Na most félreértés ne essék, nem ittam semmi alkoholt, csak az ásványvizet, ami akkor már ott a Majesticben nagyon-nagyon drága volt, és nekem, mint magyar televíziósnak a zseppénzem, az hát az valami minimális volt. Summa-summarum kifizettem a számlát, és nem maradt annyi a zsebembe, akkor még vonattal mentem, hogy Bécsen átjöttem haza, Bécsen kellett aludni, mert Bécsig ment a vonat. És hát akkor Bécsbe bement, és ott volt a zsebembe ez a fél nap, hát nem, egyszerűen elmentem egy szállodába, nem volt annyi érszoba. Elmentem a követően, nem volt. Végül a ötödik szállodában már éjfélkor azt mondta a portás, hát valamit tud nekem esetleg ezért a pénz, és fölvitt gyalog, mert liftem volt az ötödik emeletre, ahol volt egy használaton kívüli fürdőszoba, és a kádba betettek egy matracot, és azon aludtak egy nappal a Majestic után. És akkor én hazajöttem, és azt mondtam, hogy értekezlettel a vezető, hogy nagyon fontosak a külföldi utak, mert nincs fontosabb, mint hogy egy vezető állandóan ébren tartsa a saját jelentéktelenség tudatát. Mert akinek nincs jelentéktelenség tudata, az ne legyen vezető, mert az nagyot fog bukni. Annak borzasztó lesz a csalódása, amikor lecsúszik. De aki tudja, hogy már ma a Majesticbe, holnap a fürdőkádban, azt nagy baj nem érhet. Ezek nagyon jó elvek, de közben van, hogy arról ír a könyvben, hogy kicsit többen hagytak cserben, mint kellett volna. Ez egy nagyon fájdalmas félmondat. És van egy nagyon helyes történet is, ami arról szól, hogy ha az ember olyan pozícióban van, hogy döntést hoz, akkor akár olyanokat is magára haragíthat, akikre nem is számít. Ezt gyorsan felolvasom. Egy sebészről van szó. A sebész kifogástalanul műtött, és még utána is példásan gondoskodott rólam. Amikor elbúcsúztunk és megköszöntem mindent, akkor mosolyogva közölte velem, hogy az ő családjukban én a nem szeretem emberek közé tartozom, mert a színművészetén tagja voltam annak a felvételi bizottságnak, amelyik nem vette fel az ő egyetlen, szerintem nagyon tehetséges lányát. A lány a család szemefénye, bánatában kórosan elhízott, és azóta sem találja a helyét a világban. Most ez egy pici történet, de gondolom, hogy szembe jön nagyban is, hogyha az ember döntéseket hozza. Arról szól, hogy ezért vagyok optimista, mindig, meg igen, és a világ tele van rendes emberekkel. Hát igen, szóval igen, és a sok mocsok, meg ezért mehet, amit magunk körül látunk, azt is tapasztalom nap, mint nap, hogy közben a világ tele van rendes emberekkel. Tehát ez egy pozitív példa, hogy a sebész végül is megműtötte, hát a sebész, pedig a, nem vette fel a lányát. Hogy mondjam, a sebész, hogyha egy nem a hivatásának, akkor direkt egy kicsit rosszul vág, akkor megkínoz, akkor nem adhatja, szóval tör lesz. De ez neki eszébe se jutott. Hát de azért van egy prekoncepciója, hogyha azt gondolja, hogy a sebész így jár el. Hát azért, hogyha valakinek az a sérelme, hogy az egyetlen mikrofon tegyek közelebb. Ha valakinek az a sérelme, hogy az egyetlen gyereke, akit nagyon szeret, ott ül vele szembe a pali, aki szerencsétlenné tette, és akiből emiatt egy szerencsát, akkor azért a kis ördög ott kísért, hogy... De mert tapasztalt ilyet, tehát amikor azt mondja, hogy kicsit hagytak
kicsit többen hagytak cserben, mint kellett volna. Igen, a dolog még szomorúbb és még rosszabb, mert ennek a sebésznek oka lett volna, hogy ártson nekem. Akik cserbe hagytak, semmi okuk nem volt rá. De ki hagyta cserbe? Hát most mit mondta, hadd ne részletezzem. Hát például ebben az egész operai ügyjel, hát ebben azért, hát azért a, meg maga tudja, mert maga televíziós, hogy volt egy olyan pillanat, amikor ma is megvan, kaptam egy levelet, amit aláért pontosan 32 televíziós, akik azt kérték, hogy pályázzon meg a televízió elnökségét. Elég idős voltam már akkor, hát lenne, jó, írtam is egy dolgozatot. Na most, hogy mondjam, nagyon bíztattak is, és hát akik cserben haltak, azok voltak, akik bíztattak. Már hogy durván a politikára hivatkozom, szóval nem a Jobbik miatt emlettem, nem a Jobbik, hála Istennek. De hogy kiálltak maga mögül? Abszolút. Na hát nekem van egy óriási hátrányom, amit azért nem lehet megbocsátani. Ha én valamilyen intézmény élére kerülök, akkor én ott mindig követelem a tisztességes ellátást. Tehát követelem, hogy az intézmények adjanak pénzt, paripát és fegyvert. És hát ezek az elvtársak azt szeretik, aki azt mondja, hogy majd én megoldom olcsóbban. Én nem oldok meg soha, semmikor, semmit olcsóbban. Ez nekem egy priuszom, ezt róla mindenki tudja. De el se úszom a pénzzel, el se költöm, de nem vagyok hajlandó azért, hogy nekem állásom és hatalmam legyen, azért én nem vagyok hajlandó, hát most egy kicsit olcsóbban, most húzzuk össze magunkat. Tehát a könyvből kiderül, hogy a spórolás, mint olyat én utálom. Szerintem sokat utálják, csak hát a szükség, ugye? Igen, de hát ez is egy olyan dolog, hogy jó, hát a könyvet, aki véletlenül elolvassa, az mondhatja, hogy én egyik irányzattól sem vagyok különösebben boldog, és mindegyikben találok valami értelmeset. De amikor ott ülök a televízió előtt, és különböző jeles közgazdászok azt fejtik, hogy hát nem lehet pazarolni, meg nem lehet, most már igazán meg kell fogni, és majd összehúzzuk, akkor nekem erről két dolog jut eszembe. Egyrészt, mivel nem vagyok fiatal, hogy finoman fejezzem ki magam, eszembe jut, hogy a színművészeti főiskolán több mint 60 évvel ezelőtt már azt közölte velünk a főtitkár asszony, hogy azt mondta a Rákos elvtárs, hogy nem ehetjük meg azt a tyúkot, ami aranytojást fog tojni. Már akkor be kellett látnunk, hogy most egyelőre nehéz. 60 éve megállás nélkül, most egyelőre nehéz, aztán jobb lesz, de most egyelőre, 60 éve, most egyelőre nehéz. Ez az egyik, ami mindig eszembe jött. A másik, amikor ezek a derék közgazdászok nagyon felháborodnak azon, amikor valakinek valamit adnak vagy költenek, akkor mindig azt kérdem, és azt mondják, hogy most egyelőre nehéz, és tessék összehúzni 10-15 évig, akkor én azt kérdem, hogy ugye, meggyőződésem, és remélem őszintén, hogy ezek a derék közgazdászok mindnyájan nagyon hívő vallásos emberek. Mert különben milyen jogcímen kérik az emberektől, hogy a következő 15 leghasznosabb évüket rontsuk el, ha csak nem azért, hogy majd a túlvilágon jutalmat kapnak. Mert ha ez nem működik, akkor miről beszélnek? Jó, egy picit huszárosan most más területre szeretnék menni, mert természetesen a fő témájáról rengetegszer ír a színházról, a színházról, de nem is csak mint vezetésről, hanem egyáltalán az előadások mienségéről, és iszonyatosan sok ponton szerintem ez a leginkább visszatérő téma, hogy mennyire ágál bizonyos trendek ellen, tehát hogy az, amikor valami kötelezővé válik, az onnantól kezdve önnek nem működik. Tehát egyrészt ezzel ágál a magyarkodás ellen, ágál rengeteg dolog ellen, és azon gondolkodtam, hogy akkor milyen jelzőket tudna mellé tenni, hogy milyen egy szinetáros rendezés vagy vezetés. Mert például ír benne egy konkrétumot is, hogy csak 3 órát próbál, mert a 4. órában már mindenki dekoncentráltá válik. Ez például egy jellemzője? Tehát ha maga valamibe belefogott, ahol próbálni kellett, akkor ott 3 órát próbáltak? Még milyen volt
lehet ilyen általános jelzőket mondani? Mitől volt színetáros valami? Azt hiszem, igen. Szóval vannak, hogy mondjam, hát először is itt kezdődik a rendezésről, ha beszélünk, hát mindig szoktam mondani, a múltkor meg is írtam, a rendezés nem egy foglalkozás, az egy izé. Hát az 100-valahány éve működik, és tulajdonképpen akik művelik, azoknak a döntő többsége mást ért alatta. Mindegyik más csinál, másként gyakorolja. Van a dolognak egy egysége, hogy egy előadást létrehozni, és ott valamilyen legyen, de hát rengeteg különböző módszer van. Úgyhogy én csak arról tudok beszélni, milyen az én módszerem. Az egyik az, hogy amivel nagyon sokan vitatkoznak, és ami nagyon sokak szerint nem jó. Az egyik az, én mindig igyekszem a saját mondandómat, ami persze a számomra a legfontosabb, a művön keresztül elmondani. Tehát én utálom, amikor a művet meghamisítják. Nagyon hangsúlyozom, hogy a művet, nem a szerzőt. Hogy a szerző mi a fenét akart, azt ki tudja. Nem biztos, hogy azt akarta, amit megért. Nem biztos, hogy a Shakespeare-nek ez a sok áttétel, amit mi már mondunk róla, vagy a módszer. Van a mű. Én nem azzal foglalkozom, hogy a szerző akkor mire gondol, de maga van egy mű, és annak van egy immanens mondani valója. Pontosabban szólva, hogy 10, ha jó, akkor 10, vagy 20, vagy 100. Én ezen keresztül akarom elmondani a saját mondandómat, tehát én nem értek azokkal egyet, akik valamilyen formában magát a művet nem kezelik fontosnak, és azt elmellőzik. Mondjuk úgy, hogy maga alárendeli a gondolatot a műnek, és van, aki a művet a gondolatnak? Pontosan. Csak olyan művet választok, amiben benne van az a gondolat, ami engem most aktuálisan foglalkoztat, de ami benne van. A másik, hát a ló másik oldal, amit ugyanúgy nem szeretek, amikor ez múzeumként van előadva. Tehát mozdulatlanul úgy, ahogy már volt, meg szokott. Én mindig úgy csinálom, valamit hozzáteszek, de mindig úgy teszem hozzá, meg úgy változtatom meg, hogy az eredetit ez ne hamisítsa meg, és ne változtassa meg. Ezt nagyon sokan kifogásolják, és aztán, hogy amit én csinálok, az eklektikus. Egyáltalán vagyok meg nagyon őszintén, hogy most már a rendezéseim szám, az utolsó az már 197. volt. 60, azaz 60 éve rendezek megállás nélkül, ez Guinness rekord, ilyet nincs senki. És azt is elmondhatom némi nagyképűség, 15 országban mindezt, még azt is elmondhatom némi nagyképűséggel, hogy túlnyomó többsége mind sikeres volt. Hát de itthon Magyarországon, hát amiket csináltam, annak a kritikai visszhangja a sajtóban nem egy nagy diadal. Jó, magának vitái is voltak ebből többnyire generációsan is más, tehát fiatalabb rendezőkkel. És az zavarja, ha azt mondják, hogy maga nem egy felforgató? Hogy maga olyan kiszámítható? De nem, azt hiszem, nem vagyok kiszámítható. Rendezéseire értem, tehát nem mindszerűen. Megmondom a fiatalokat, én rettentően tisztelem a fiatalokat. Ha nekem szembe jön velem az utcán egy 25 éves rendező, vagy 26 éves, és azt mondja, hogy ez a Wayne Troger miért van még itt, akkor én meghajolok, és tudom, hogy igaza van, ez az életrendje. Ha ő valami egészen mást akar, az az életrendje. Az nekem teljesen ebben van. És azt én tökéletesen elfogadom, hogy jönnek. Na de amikor ilyen 50-60 éves forradalmárok jönnek, akik 70-80 éves kritikusok lelkesednek, azt kikérem magam. Szóval arra nem vagyok menő. De maga azt írja, hogy a kiegyensúlyozottság embere, erről beszél a könyvben. Ez jó jelző? Hát, igenis, meg hogy mondjam, annak idején sokan becsülték, sokan nem becsülték, amíg az operát vezettem, soha nem volt semmi botrány. De semmi, soha nem volt semmi botrány, amire mondtam, hogy azért rám haragudhatnak, mert amíg nem én voltam, és voltak a botrányok, addig a sok alkalmazottam otthon volt mit mesélni. Hogy képzeld el, hogy azért tépte a haját, megpofoszta azért, az rosszul lett, olyan része volt. Tehát ezek nagy élmények, ezek életre szólók, lehet mesélni egy életen át. Ha semmi nincs, csak a szürke hét, csak előadások, meg próbák, hát akkor mi a fenéről lehet majd emlékezni azoknak, akik nincsenek benne? Ez az egyik.
A másik nekem nagyon tetszett, azt mondta a Várkonyi Zoltán annak idején a Víg Színházról, és ezt nagyon megjegyezte, azt a kérem, ez egy szakszínház. Tehát ott a szakmát, szakmaszerűen művelik, mint ahogy, amit le is írtam. Nekem abszolút tapasztalatom az, hogy három órát képesek a színészek koncentrálni, ha tényleges munka folyik. Persze, ha 10 órakorra kiírt próba, 4-11-kor kezdődik, és akkor azt mondja, hogy mi volt tegnap, és akkor még folyik egy kis beszélgetés, valaki még kiszaladt kettő cigarettázni. Gyorsan még ígyunk meg egy kávét. Mi volt? Jaj, nem tudod. Így természetesen 3-ig tart a próba. Vagy 4-ig. Hogyha közte mindenki úgy és most eszébe, hogy gyorsan egy viccet mesél a partner, akkor 4-ig tart. Hogyha a rendező nem azt mondja a színésznek, hogy itt most arról van szó, ez a jelenet célja, ez, itt hangos vagy halk vagy, hanem azt mondja, hogy tudom, akkor ötig tartom. Azt mondtam egyszer, egy filmes növendékem eljött hozzám, hogy forgatókönyvet csinált, egy ilyen vizsgafilmet, és odaadta nekem, hogy majd kell a gátlásvezetővel tárgyalni. És kérdezte tőlem, hogy hát mi a véleményem, hogy ennek a leforgatása hány nap, mi mennyit kérjen, mennyi. Mondom, nézem, ahogy így ránézek, durván ez körülbelül 3 nap. Ha a rendezőt is eljátsza, akkor 5. Szóval... De ezekkel azért nagyon sokan nem értenek egyet, ezt tudják. Persze. Ezekkel a mondataival, és azt Persze. mondják magára, hogy poros. Maradi. És azt mondják magára, hogy maradi. Hogy poros. Abba a pillanatban, amikor azok a színészek, akikkel dolgozom, meg azok az opera énekesek, azt mondják, hogy amit én csinálok, az poros, és maradi már nem vagyok ott. Jó, a pillanatban, amit rendezek, a közönség unja és elmegy, már nem vagyok ott. Jó, másfelől meg én nem olyan régen beszélgethettem Tar Bélával, akitől megkérdeztem, hogy ki az a tanár az életében, akire emlékszik, mert fontos volt, és döbbenetes, hogy maguk azért nagyon más műfaj, és magát mondta. Ő maga volt az egyetlen, aki tudott neki olyat mondani, ami máig a fejében van. Azért ez meg egy nagy elismerés, hogy igen, teljesen más stílusú, meg munkájú. De még egyszer mondom, ez nagyon fontosnak tartom. Amit mond, hogy én maradi vagyok, vagy ezt én egyet tudom. Ha azt fogom az első percben érezni, hogy a színész, akivel dolgozom, az un engem és maradinak tart, abban a pillanatban én abba hagyom. Még két kérdést engedjen meg így a vége felé. Az egyik, hogy a könyvében van egy hosszú kínai napló 1965-ből. Az igazi? Igaz, abszolút. Ez maga grafomán? Tessék? Maga grafomán és naplót vezetett az évtizedeken át? Néha szeretek írni, igen. De csak ha utazott, vagy hogy van egy olyan napló? Nem, van nagyon sok mindent írt, a egyebeket is. Ami nem naplót, nem igen, naplót nem, de ez így speciál, mert hát ez olyan élmény volt, hogy... És azért tettem bele, mert egyrészt ugye ez a világ már elmúlt, de mindig itt van a levegőben. Tehát a lehetőség mindig itt van. Igény volna rá. A másik, hát hogy ami az én alapélményem ebben, szóval mint mindenben, a kettősség. Tehát az egyik oldalon egy szörnyű, elképesztő rendszer, és ezen belül egy elképzelhetetlenül tehetséges nép. Szóval ez a kettő így egy műsorban, ez összeszámolva döbbenet. Ez olyan jó zárszó lenne, de nem tudom kihagyni. Hát hiszen az egész egy színházi igazgatói pályázatból indul. Követi a konkrét példákat, a konkrét színházi igazgatói pályázatokat? Mostani akkor? Igen. Pályázna most a Víg Színház élére? És nem úgy értem, hogy Színetár Miklós akar a Víg Színház elnöke lenni, hanem mit tudom én, ön beadnája a pályázatát most? Én mindig csak akkor adtam be a pályázatot, most ne haragudj, a nagyképű leszek, csak ha kértek. Én minden pályázatomat úgy adtam be, hogy 20 színész legalább aláírt, ahogy itt a könyvben van az én növendégem. Én úgy magamtól nem pályázok. Tehát csak ha hívják. Magamtól soha semmire nem pályázok. De ezt büszkén mondhatom, hogy minden pályázatomat megelőzte az,
erre engem kértek, megbíztottak. Az velem nem fordult, hogy én magam foglalom. Illetve hát szívesen pályáznék, hogy tudom, hogy volna egy utazási iroda, amelyik velem reklámozna, meg arra pályáznék szívesen. Ilyenekre, igen. De már a reklám hálásra. Ha a Víg Színházból megkeresne 10 vezető színész, akkor pályáznék. Végül is jó, ez is zárszónak, hiszen a könyv címe az, hogy Második pályázat. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, most átadom magát a közönségnek, biztos lesz, aki hozott könyvet is, vagy lenne kérdése. Köszönjük szépen a figyelmet, és most letámadva a beszélgetést. Köszönöm.